Élő tévé közvetítéssel zajlott az éves TET közmeghallgatás Bátaszéken november 18-án. A város alapító tagja az 1997-ben létrejött társadalmi ellenőrző tájékoztató társulásnak, amely azzal a céllal alakult, hogy a Bátaapátiba telepített kis és közepes radioaktivitású hulladéktárolóról napra kész friss hírekkel lássa el a közeli települések lakóit és az érdeklődőket. A TET folyamatosan tudta tájékoztatni Bátaszék és Bátaszék környékén, illetve Bátaapáti környékének lakosságát az előkészítési feladatokról, tervezési feladatokról, az építkezésnek a folyamatáról, és az átadás követően feladata volt gyakorlatilag, hogy a működésről is folyamatos tájékoztatást adjon. Azaz, hogy hogyan történik a tároló területére ezeknek a hulladékoknak a beszállítása, milyen technológiával történik az ártalmatlanítása, hogyan kerülnek gyakorlatilag ezek a hulladékok hordókba, a hordókat hogyan helyezik el a gránitba vájt járatba, és hogyan, milyen technológiával zárják le úgy, hogy ez semmilyen formában ne legyen veszélyes se a környezetre, sem az emberi egészségre. Alapvetően ugye ez egy környezetvédelmi beruházásnak tekinthető, függetlenül attól, hogy radioaktív hulladékokról beszélünk. Azt gondolom, hogy ezzel a feladatfelvállalással Bátaapáti és környéke az országnak egy igen fontos problémáját oldotta meg, mert korábban nem volt ezeknek a hulladékoknak megfelelő ellenőrzött körülmények közötti elhelyezése. Ezért gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egyfajta ellentételezésben is részesültek a települések, hiszen az alapítás óta a nukleáris alapból támogatást kap Bátaapáti és környéke települései. Ez a támogatás nagyon fontos minden település számára. Egyrészt ebből egyfajta környezet jóléti intézkedéseket lehetett hozni, azaz a települések tudtak fejlődni. Azt lehet mondani, hogy Bátaapáti, Mórágy is igen látványos fejlődésen ment keresztül. Bátaszék városának életében is fontos szerepet tölt be ez a támogatás. A ma már mintegy 80 millió forintnyi támogatás, ami a TET-en keresztül érkezik, ennek köszönhetően egyrészt tudjuk biztosítani azt a feladatot, ami miatt tett létrejött, azaz kommunikációs költségekre tudjuk költeni, folyamatosan tudjuk tájékoztatni Bátaszék lakosságát az eseményekről. Másrészt ebből a pénzből azért városfejlesztési, városüzemeltetési feladatokat is tudunk finanszírozni, amely fontos a bátaszéki emberek élete szempontjából. Vannak előttünk álló feladatok, hiszen a tároló tökéletesen alkalmas egyéb kis és közepes aktivitási hulladékoknak a befogadására. Gondolok én arra, hogy folyamatban van annak az előkészítése, hogy Püspökszilágyiból, egy másik tárolóból az ilyen típusú hulladékok ellenőrzöttebb és jobb körülmények közötti elhelyezését itt lehetne megoldani. Másrészt ugye a Paks 2 beruházás egy újabb feladatot adhat ennek a térségnek. Ezért kiemelt feladatunknak tekintjük azt, hogy ezekről a folyamatban lévő elképzelésekről folyamatosan tájékoztassuk a településeink lakosságát, és mindent elkövessünk annak érdekében, hogy ez a feladat egyrészt ellenőrzött körülmények között magas tudományos színvonalon elvégzésre kerüljön, hiszen ez az ország érdeke, de a többlet feladat ellátással adott esetben olyan lehetőségekhez jussanak a településeink, amelyet ennek a feladat ellátása érdekében ellátunk, és amely miatt adott esetben egy kisebb pozitív ellentételezésben részesülhetünk. A fejleményekről és a történésekről több fórumon tájékozódhatnak a lakosok. Megjelenik negyed évente egy úgynevezett TET újság, amelyben leírjuk az aktuális eseményeket. Ebben a települések is adnak tájékoztatást a településeket érintő TET lehetőségei által nyújtott fejlesztésekről. Másrészt maga a hulladékok elhelyezését végző KFT is ad egy tájékoztatást a működéséről. Internetes oldala is van gyakorlatilag a TET-nek is, illetve magának az RHK KFT-nek is. És ezen szerződés alapján évente egy alkalommal egyfajta közmeghallgatás vagy lakossági fórum keretében személyes konzultációra és tájékoztatásra is van lehetőség, illetve szerződés alapján kötelezettség, ahol a társulás elnöke, illetve a feladatellátó KFT képviselői személyesen adnak tájékoztatást az aktuális feladatokról, és hozzájuk is lehet kérdéseket intézni. Most a rendkívüli jogrend miatt ez egy kicsit át kellett alakuljon,
hiszen személyes jelenlétre nem volt lehetőség, de mindenképpen szerettünk volna egy élőadás keretében tájékoztatást adni azzal, hogy betelefonálásra is adtunk lehetőséget a település lakóinak. Ennek ellenére nem érkeztek telefonos kérdések, így a szakmai előadás és a beszámolók elhangzása után véget ért a rendhagyó lakossági fórum.